A sátoraljóújhelyi városi könyvtár dolgozóinak legfontosabb törekvése, hogy minél többen látogassák az intézményt. A könyvkölcsönzés mellett rendezvényekkel is igyekeznek megszólítani a közönséget, az ifjúság, az óvodások és iskolások számára gyermekprogramokat szerveznek. Ezen események célja, hogy a kicsikből olvasó felnőttek váljanak. 2014-ben ifjúsági írókkal találkozhattak a fiatalok a könyvtárban. Voltak versenyek, vetélkedők és bábszínházi előadás is. Tavaly évben bábszínházat sikerült nekik varázsolni ide a könyvtárba. Ezen kívül részesei lehettek Sás Károly előadásának, amit óvodában tartottunk meg, és a Bárka színpad is megfordult nálunk, egy nagyon élvezetes előadást tartott a tél kapcsán. Ezekkel a rendezvényekkel nekünk az olvasók, olvasóvá nevelés a célunk, az, hogy kezükbe vegyék a könyvet az előadások után, és elkezdjenek olvasni. Először csak belelapozni esetleg, aztán már kicsit többet olvasni, és aztán olvasó felnőtté válni. A gyerekrendezvények sorában említendő a mese és mondamondó verseny, de a 2014-es év újdonsága volt az a mesevetélkedő, melyet Szatmári Király Ágnes a Csodák Városa Sátoraljóújhely című könyvéből rendezett a könyvtár. A felnőttek író-olvasó és közönség találkozókon, könyvbemutatókon vehettek részt. Az elmúlt évben több neves kortárs szerzőt látott vendégül az intézmény. Vendégünk volt többek között Lackfi János, Acél Anna, Nyulász Péter, igaz ő a gyerekekhez látogatott el, Szádvári Gyura és Szádvári Margit, Csorba Csaba tartott könyvbemutatót. Tehát azt gondolom, hogy gazdag programunk volt az elmúlt évben, és ezében is hasonló gazdagságra törekszünk. A könyvtár galériája több időszaki kiállításnak adott helyet tavaly, és hamarosan újabb tálat várja a látogatókat. Az Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség és Olaj József magángyűjtő anyagaiból nyílik kiállítás, melynek témája az első világháború lesz.